Szeretettel köszöntelek, Jakab Tündi vagyok, ez itt a Tudatos Élet a Gyakorlatban következő rövid videója. A videónak azt a témát választottam, ami nagyon sok emberben frusztrációként van jelen, és ugye nagyon sokan csak a szeretet nyelvről beszélnek, és azt gondolom ideje beszélgettünk az úgynevezett utálat nyelvről. Ideje írni róla, ideje beszélni róla, ugye erről cikket is írtam, szóljunk akkor egy picit erről. A legtöbb motivációs előadás igazából csak pozitív és szeretetben teljes előadásról szól, pedig kell azt gondolom a másik oldalról is beszélni, hiszen pontosan ez az, ami nagyon-nagyon sok emberben jelen van frusztrációként, jelen van a fejlődési, önfejlesztési folyamatukban, és lehet, hogy nem biztos, hogy felszínre engedi. Szinte minden problémának része az addig életben valaminek az elfolytása, a visszafogott véleménynyilvánítás, a ki nem mondott nemetmondás, ugye a nemetmondástól való félelem és annak következményei ebben nagyon fontos szerepet játszanak. Ugye ezáltal létrejön egy megfelelési kényszer, és ez egy ördögi kör lesz tulajdonképpen, amit az ember eljátszik egy szerepben. Minap egy munka megbeszélésen az egyik fiatalember kicsit szélesre engedte magát, és hát mint nőre rám való tekintettel nem mondott egy csúnya szót, és ezen nagyon sokat elgondolkoztam, hogy tényleg attól minősülünk jó kislánynak, meg jó kisfiúnak, hogy néha-néha nem káromkodjuk el magunkat. Én azt gondolom, hogy nem attól vagyunk nők és férfiak, hogy ezt néha nem tesszük meg, mert azért mégiscsak kicsúszik, de nagyon sokan foltják el egyébként, és ez úgy vissza is hat az emberekre. Azt gondolom, hogy az intelligencia hányados, nem csak abból mérhető, hogy mi történik körülöttünk, de az, hogy milyen kommunikációt folytatunk, abból nagyon-nagyon nagy, de azt viszont önbecsapás, önhazugság és a környezetünk átvágása, hogyha nem mondunk ki olyan dolgokat, amivel mondjuk nem értünk egyet, amiben más a véleményünk, más az igazságunk. Ugye utálatnyelvként emlegettem, és vannak olyan élethelyzeteink, amikor utálsz, gyűlölsz, megfojtanád egy kanálvízbe, mert bántott, mert megalázott, mert leordított, mert úgy gondolta, hogy ő a magasabb rendű, ő akar téged irányítani, mert nem hallgatott meg, és te érezted a tehetetlenséget, egyszerűen visszamentél nyusziba, jó kislányba, jó kisfiúba, mert féltetted azt, hogy mi lesz utána, hogy majd nem fognak szeretni, hogy elveszíted az állásodat, a kapcsolatodat, és létrejön egy ilyen önmegalkuvás tulajdonképpen, hogy őt inkább ezt elviselem, mint hogy ki kellene mondani a véleményem, de utána ugye jön a fejedben a monológ, a párbeszéd, amit szeretnél valamit kimondani, csak nem engedted ki. Azt gondolom, hogy addig kevésbé motiválhatunk embereket a szeretetre, amíg ennyi gyűlölet, ennyi agresszió a szívben él, és ezt táplálja a mindennapokat. Ezt segíteni lehet feldolgozni, el kell kezdeni napról napra kiadni félelmeket, feloldani ezzel kapcsolatosan, mert amíg az ember ezeket nem tisztázza, addig lehet, hogy változnak a körülmények, változnak az emberek, de ugyanezeket a szituációkat bizony mindenki be fogja vonzani, egészen addig, míg fel nem ismeri azt, hogy itt mind kellene tulajdonképpen ugye változtatni. És ne felejtjük el, ugye ezek a történetek azért kihatnak az emberi szervezetre is. Nézd csak meg, hogy mennyien szenvednek ettől, akár emésztőszervi, akár légúti problémában, önbizalom hiányban, önértékelési zavarban, mert egyszerűen nem tudja ezeket a dolgokat mentálisan feldolgozni, valahova befoltja ezt az egészet, nem tudja megemészteni, és ez évtizedekig rakódik, és sajnos egyszer csak valahol vagy a testben, vagy itt a fejben, ugye, úgymond robban. Hogy lehet felszámolni több évtizedes lenyomott frusztrációt? Hogy lehet felszámolni mondjuk egy téged ért erőszakot, egy szülői fegyelmezésből fakadó lelkisérülést, egy óvodai, iskolai, munkahelyi megaláztatást például, vagy egy házastársi kapcsolatbeli konfliktust, mert ugye azért a tudatalattink ezeknek az eredményeit kellőképpen ugye eltárolja. Hát a kommunikáció ebben az elsődleges eszköz is vissza kell menni, ezt mind lerendezni, és legtöbbször, és azért kell ezt mondjuk úgy mától megint elkezdeni csinálni, hogy ne halmozódjon, és azzal beszélni meg a problémádat, akivel van. Nyilván, ha ez még egy élő személy, akkor könnyebben tudsz vele kapcsolatot teremteni, hogyha megvan a kellő bátorságod,
És ezentúl nagyon figyelni kell arra, hogy innentől fogva minden nap megtedd ezt, hogy ez ne maradjon benned. Van, amikor olyan emberrel szeretnénk ezt lerendezni, akivel már nem akarjuk felvenni a kapcsolatot, vagy már nem él, ilyenkor kicsit jó belül lecsendesedni, és azon gondolkodni, hogy megérje nekünk az, hogy ezzel a kérdéssel még foglalkozunk, tegyünk-e bele időt, energiát, figyelmet, vagy azt mondjuk, hogy na akkor most indulunk tiszta lappal, most fogunk változtatni, kellően éretnek érezzük magunkat ahhoz, hogy döntéseket hozzunk ebben a témában is. Nyilván nagyon fontos, hogy a saját viselkedésünket is megfigyeljük, mikor, milyen helyzetben, hogyan reagálunk, és ugye nagyon kell figyelnünk, főleg szülőnként arra, hogy a gyerekeinknek ebben mit adunk tovább, hogy ilyen nyomokat azért bennük ne hagyjunk, és hát nyilván mit tudunk ezzel ugye működtetni. Ebben is, mint minden másban, a fokozatosság is nagyon fontos, hogy megmerd magadnak engedni, hogy kinyilvánítsd a véleményedet. Hogyan lehet ugye ezt levezetni? Nyilván valaki kommunikációval le tudja vezetni, és azt gondolom ez a legjobb, hogy azzal megbeszélni, akivel a probléma van, bátran belemenni, felvállalni, visszavenni az irányítást, vedd vissza az életednek az irányítását, és ne hagyd magad elnyomni. Nyilván ki lehet ezt kulturáltan is kommunikálni magadból, de emellett testileg még nagyon jó a sport, amikor feszült vagy, akkor valami sportot nyom be, olyat, amit a jó kízzadsz, amit a minden gondolatot kitakarítasz a fejedből, és ez nagyon-nagyon sokat fog neked segíteni. Nagyon fontos az, hogy mire fordítunk az életbe energiát. Én nem hiszek az elengedésben, mint egy ilyen filozófiai allűrben. Én abban hiszek, hogy az elmének kell a megértés, emberek vagyunk, bennünk van, egy idő után ezt át tudjuk fordítani elfogadásba, és ki tudunk alakítani egy olyan semleges érzést egy konfliktus után, amikor már nem frusztrál minket. Megtörtént, vége, elmúlt, felkerül egy olyan polcra, ahonnan már nem kell levenni, az ott van és kész, és nem érint meg soha többet minket. Mindenkinek más válik be egyébként. Valakinek az, hogy kiírja egy papírra, elkezd blogot írni, kimondja egy videóba, egyszerűen kimondja, kiordítja magából. Megfigyeltem, hogy akik elnyomják magukat és ezt az agresszivitást, ezt a dühöt és haragot nem tudják megélni, nagyon sokszor halkan beszélnek, és vissza kell adni maguknak a hangjukat. Hallasd magadat, hogy létezel, hogy élsz. Úgy hal meg a világ. Nyilván is ki az igazságaidat. Mondd el nyugodtan, ezt meg lehet kulturáltan, intelligensen is tenni. Hidd el, hogy rád is nagyon sok ember kíváncsi, de ha csak a fejedben zajlanak a monológok és a dialógok, akkor nem tudják majd, hogy te egyáltalán vagy és létezel, vagy hogy mi a véleményed. Hidd el, a másik ember nem gondolatolvasó, nem tudhatja, hogy benned mi zajlik. Ezért kell megnyilvánulni, ezért kell kikommunikálni, házastársak, párkapcsolatokban, munkahelynél el kell mondani a véleményt. Nyugodtan állj ki magadért, állj ki adott esetben a gyerekedért, és nézd meg a különböző nézőpontokat, hogy mi az, ami téged előbbre visz, anélkül, hogy ezeket a rossz érzéseket, ezeket a bántódásokat te úgy benyelnéd saját magadba, mert hosszú távon ugye nem kell mondanom, hogy ez milyen betegségeket okozhat. Nagyon fontos az, és ez egy másik tényező, hogy bizonyos konfliktus helyzetekben érdemes fölülvizsgálni a saját viselkedésünket, hiszen egy ilyen dologhoz mindig két ember kell, egy kezdőfél, egy fogadófél, az a kérdés, hogy mind a két fél meg van-e hallgattatva, van elég információ ahhoz, hogy egy bizonyos helyzetben megfelelően lehessen például dolgokról dönteni, vagy ki vagy szolgáltatva egy tehetetlenségnek, és akkor utána kell menni, hogy ez ne történjen meg. A Tudatos Élet a Gyakorlatban projekt ezért próbál segíteni a gyakorlatban mindenkinek. A rövidítése nem véletlenül az, hogy tégy magadért, önmagadért, mert csak így lehet ezen változtatni a másik embertől, ezt ugye nem várhatjuk el. Az a célunk ezzel, hogy felismerjük azt a hasznos energiát, amit ha nem a dűre, nem az agresszivitásra, nem a bántásra, nem a haragra fordítunk, hogy mennyivel sokkal több dologra és sokkal jobb dologra fel tudjuk használni. De ehhez az kell, hogy mielőtt annyira a szeretni akarunk, a szeretetről akarunk beszélni, ezeket a frusztrációkat
fel tudjuk magunkba dolgozni, és napi szinten fel tudjuk magunkba dolgozni, és ki tudjuk kommunikálni, ehhez kell az, hogy az ember szíve utána megnyíljon, és ne menjen bele olyan helyzetekbe, és eleve ne is legyen olyan kapcsolatban olyan emberekkel, akik csak a konfliktus gyártják, mert sajnos vannak konfliktus függő emberek, és ez a videó egy picit lehet hosszabbra sikerül, mert közben jönnek a gondolatok. Igen, vannak konfliktus függő emberek, akik mindig generálják a problémákat, ebből nyerik az életenergiát tulajdonképpen, és azokból az emberekből, akik ezekbe a konfliktusokba, mint szereplő belelépnek, ilyenkor kell neked egy picit ébernek lenni, és mondani azt, hogy oké, ez a probléma, ez a helyzet kihez tartozik, mert lehet, hogy teljesen semmi között hozzá, és nem kell ebbe az egészbe belemenni. Tehát legyél éber arra, hogy körülötted milyen emberek vannak, és ezért érdemes egy kicsit néha megfigyelőként csak jelen lenni a kapcsolataidban, az utcán, a munkahelyen, bárhol. És hát, ha az ember ezt egy picit úgy fel tudja magában dolgozni, megértést kap a múltjában történt dolog, meg tudja fejteni azt, hogy a mai életében mi a fontos, és fel tudja ezeket az agressziókat dolgozni, akkor egy idő után el fogja tudni dönteni, hogy választja ezt ezek után, vagy inkább olyan emberi kapcsolatai lesznek, ahol tényleg a legtöbbjében a szeretett nyelvről szól ez az egész, és el lehet érni azt tudatosan, igen, önbecsapás és önáltatás nélkül, hogy az ember szeretet központú legyen, és nem azért, mert ettől egy áltatos manó, vagy ez a világ közepe. Egyszerűen ez egy belülről jön ez az érzés, hogy nem kell a másik rész, hanem ettől valami több van az életbe, mint hogy bántsuk egymást. Nyilván ez fel kell dolgozni az ember életében akár több évtizedet is a másik oldalról, de el lehet dönteni innentől fogva, hogy az ember milyen nyelven kommunikál. Szóval érdemes néha megállni, átgondolni, hogy milyen harcba mész bele, hogy kell-e, hogy mindig nekünk legyen saját magunknak igazunk, meg tudod-e hallgatni a másikat, megkapod-e a másiktól a meghallgatást, és ébernek lenni azokra a helyzetekre, amikor igenis ki kell állni magunkért, körbe kell pisilni a saját fánkat, hogy az a miénk, kijelölni a határokat, mint a kutyus, és felvállalni a véleményt. Bízom benne, hogy tudtam neked jó gondolatokat, hasznos ötleteket adni arra vonatkozóan, hogy ezt a témát hogy kezeld, és mi az, amin tudsz változtatni azért, hogy jobb irányba tereld az életedet. Köszönöm megtisztelő figyelmedet, nézd a Tégy önmagadért videókat továbbra is, személyesen a tréningjeimen találkozhatsz velem, várlak sok szeretettel, iratkozz fel YouTube csatornámra. Nagyon szép napot kívánok neked!